Júliusban kapott felhívást a zeneiskola, a Danubia Talents nemzetközi zenei, valamint a Chopin és a Bartók Béla zongora versenyre, amiket több hónapos felkészülés előzött meg. A rangos versenyekre kemény munkával, próbákkal készültek fel. Rögtön elkezdtük a munkát, a verseny novemberben volt, úgyhogy júniustól ez egy olyan 4-5 hónap kemény munka, minden nap gyakorlás. Nyáron nincs megállás, úgyhogy sok munkával jár egy ilyen felkészülés a versenyre, meg nem még nem is júniusban kezdődik, hanem rögtön, mikor bejön ide az iskolába, első lépései, és onnantól már, ha látjuk, hogy a gyerek tehetséges, ambiciós, akkor valahol ösztönösen elkezdjük készíteni ilyen versenyekre, erről beszélek, hogy a technikáját fejlesztjük, a zene elképzeléseit, szóval ez egy ilyen felkészülés, szóval sok pár év is van benne. Három-négy év van benne, hogy ilyen eredményeket tudjuk elérni ilyen rangos nemzetközi versenyeken. Nagyon jól érezte magát a színpadon, mondta nekem, hogy ő szeretne még ilyen versenyekre járni, és akkor látom, hogy ez a gyerek erre van teremtve, és onnantól hátulmunkunk van már két regionális verseny nívódíjjal, és most ez a novemberben volt egy nemzetközi Pesten Danubia Talents verseny, ott második díjat kapott. Azon a hétvégén egy Ferenczi György nemzetközi Chopin versenyen ott dicséretet kapott, mivel úgy, hogy nem adta ki az első díjat, és nagyon-nagyon nagyon kevés díjat adtak, úgyhogy ez a dicséret úgy megért egy helyezésnek, mert csak 27-ből 5 gyereket kiemelték. És december 1-én volt igazából csúcs, és annak a sok munkának az eredménye a Nemzetközi Bartók zongora verseny, ahol 21-en volt a korcsoportban, és ott mindegyik korcsoportnak adtak dicséretet, nívódíjat, kiemelt nívódíjat. Gyönyörű élmény volt számomra, mert olyan tehetséges gyerekek vannak az országban. Nyilván az összes versenyzőket nem tudtam meghallgatni, csak a Máté korcsoportját, és itt akkor kaptam képet az egész versenyről. A kicsiktől a legnagyobbiak, akik továbbképzősök, és nem mentek zenepályára. Úgyhogy ez nagyon öröm számomra volt. Hát minden a nagy díj is. Nagyon örültük neki, meg nagyon büszkék vagyunk Mátéra, főleg én, meg a szüleim, meg az egész iskola kollégák, mindenki gratulált. Úgyhogy ez így nehéz dolog a verseny. Nem nagyon szeretem a versengést, de ahhoz, hogy a gyerek fejlődjön, Ez muszáj. Főleg, ha szereti is ezt. Szereti a színpadot, nem fél a színpadtól, alig várja, hogy fölmenjen és mutassa meg, hogy mit tud, és látom, hogy még jobbat is ki tudja magával mutatni a színpad, kihozza belőle még maximumot is, meg pluszt, amit én esetleg nem is vártam. Ott látom, szembesülök vele, és nagyon örül a lelkem, hogy ilyen tehetséges növendéket tanítok, és hát nagy felelősség is. A zene szeretete nélkülözhetetlen része a zongorista életének. Güth Máté minden nap gyakorol, fejleszti magát. Fontos számára a szülei támogatása. A Danubia Talents nemzetközi zenei versenyen második helyezést ért el, a nemzetközi Chopin zongora versenyen bejutott az első 5 közé, ahol dicséretben részesült. A Bartók Béla zongora versenyen 100%-os pontszámot kapott. Ez nagyon hosszú munka volt, úgy júniustól már elkezdtük tanulni a darabokat, és ugye a napi sok gyakorlás az muszáj, hogy meglegyen, mert különben nem lehet elérni semmit gyakorlás nélkül. És hála Istennek ebben támogatnak a szüleim is, és tudok annyit gyakorolni, tudok sokat gyakorolni, van rá lehetőség, és igen, ahogy mondtam, hogy ebbe támogatnak a szüleim, aminek nagyon örülök. Nagyon szeretem a színpadot, amikor így kiállok, és szeretek a színpadon lenni. Ez nem tudom, nekem ez ilyen nagyon jó érzéssel tölt el, hogy másoknak játszhatok.
Szeretnék minél több darabot megtanulni, fejleszteni a technikámat, és még több versenyen részt venni. Chopin a kedvenc zeneszerzője, akinek az egyik művét adta elő a zeneszerzőről elnevezett versenyen. Nagyon jól éreztem magam a versenyen, úgyhogy ilyen neves zsűrinek játszhattam, ez is felemelő érzés volt, és ugye elég sokan is voltak, szóval minél több az ember, annál jobban érzem magam, hogy így több energiát ad, adrenalint, hogyha sokan látnak.